Készült Veszprém megyei jogú város önkormányzata és a Klebersberg intézményfenntartó központ konzorciuma megbízásából a Széchenyi 2020 támogatásával. A fény egyenes vonalú terjedése. Az optikai lámpa útjába egy 5 résből álló kis eszközt teszek, így 5 párhuzamos fénynyalábot kapunk. A papíron jól látható, hogy egyenes vonalban terjed a fény. Ha a fény útjába valamilyen optikai eszközt teszünk, például egy gyűjtőlencsét, az összegyűjti a fénysugarakat. A fény útja megváltozik, amikor a lencsén megy keresztül, de a lencse után újra egyenes vonalban terjed tovább. Ha gyűjtőlencse helyett egy szórólencsét használunk, a szórólencse a fénysugarakat széttartóvá teszi. Használhatunk még például prizmát, amely a fénysugarak útját megváltoztatja, de a prizma után is párhuzamosan haladnak tovább és egyenes vonalban. Készült Veszprém megyei jogú város önkormányzata és a Klebersberg intézményfenntartó központ konzorciuma megbízásából a Széchenyi 2020 támogatásával. Köszönjük a Magyar Állam és az Európai Unió támogatását!